Na mi a helyzet, gyerekek? Jöttem épp a fogalszatról. Itt voltam, vagy mennyit is, fél 11-től. Fél 12, fél 1, 2 óra alatt. Hát az első 1 óra alatt én dolgoztam. Utána ő... Ja, felszereltem a képernyőnek egy ilyen alványt, hogy tudják mozgatni itt a front desknél, ahol az asszisztens van. És utána lefilmezték a fejemet. És beszereltek egy ilyen újfajta gépet. Ilyen szép csicsereknek a madarak, kék az ég, süt a nap. Itt vagyunk Ave Maria városrészben, ez egy ilyen új városrész. Katolikus iskola, meg ilyesmik. Egyetem. Na, lefémezték a fejemet egy ilyen új masinálva, most már itt ritkán csinálnak olyan, amire rea kell, amit a szájadba bedugnak, és úgy fémeznek, és ilyen olomizé köppent. Olyan van egy ilyen gép, ahova beállsz, és a fejed körüli körbeforog, és lefémez mindent. Nem tudom, azt már most lehet, nem X-ray, nem tudom milyen kecke, mit tudom én milyen gépnek tudják most már. Na, de megnézték az implantot, hogy és nagyon jó gyógyul, megdicsértek. Ja, tényleg ügyeltem, hogy ne érjen hozzá semmi, és nem azon a felén úgy cseszek a bal felén, már vagy 5 éve csak a jobb felén leszek, mióta kihúzták egy balfogamot. Na, de a lényeg az, hogy jó gyógyulnak az implantok, és most nekiállhatunk a felső felén megcsinálni a sinusliftet. És 3 appointmentem van most itt. Jövő héten visszajövök egy tisztításra, mert most nem tudtak megcsinálni. Akkor az szeptember 10-e, 10:30-tól. A november 5-én, 2 hónap múlva vissza kell jöjjek ismét 9:30-ra. Hogy még egy check-upot csináljanak ennek a két implantnak, a két zirkónium implantnak. És majd még 2 hónap, hogy rátegyék a koronákat, tehát kb. 4 hónap múlva lesz rajta korona. És november 19-én, csütörtökön reggel 8-kor jövök vissza a sinusliftet megcsinálni. Tehát itt fel fogják vágni belülről fent az inyemet, és a sinus membránt fel fogják taszigálni, és bepakolni alá egy csomó izét, ilyen csontot. Ugye, mert mikor a fogok ezen a felén 2 fok hiányzik hátul, a két leghát csörlőfogam, mikor a gyökfogat kihúzod, akkor leereszkedik a sinus membrán. És hogyha nem tudnak úgy implantot tenni, mert kiukasztanák a sinus membránt. Tehát fel kell póckolni, feltaszigálni és bepakolni alá a csontot. Ezt megcsinálják, és akkor kell várni 6 hónapot, hogy integrálódjon a csont. És akkor beléfúrják az implantokat. Akkor megint 6 hónap. Hát 4-5 hónap. Tehát úgy lehet számolni, hogy kb. egy év múlva kész lesz ez a bal fele. Hát az alja ugye kész lesz most januárban, és felső fele kész lesz kb. Egy év múlva, tehát jövő év végére, jövő szeptember, október. És akkor az a bal oldalán teljesen rendben lesz minden. És akkor jobbról alul, akkor majd el tudjuk kezdeni a jobb oldalát, és jobbról hány hiányzik. Tehát balul 4 hiányzott, alul 2, felül 2, jobbról hiányzik 1 alul, és 2 felül leghátul. És akkor nekiállunk megcsinálni a jobb oldalát, itt is kell ugye sinuslift felül, és alul könnyű lesz, alul csak egyet befúrnak, becsavaroznak. Ja, tehát
úgy lehet számítani, hogy 2 év múlva meg lesz az összes fogom, és vissza minden, ja, vissza lesz, restaurálva lesznek a fogaim. Ja, ez nagyon örvendek, hogy ez le lesz rendezve. Kellemetlen, mikor hiányoznak fogait. Ugye előrendbe szedtük már, és tömések megvannak. Aztán, ja, amúgy mióta ilyen egészséges életmódra áttétem, már nincsenek problémáim. Se a fogammal, se az inyemmel, azelőtt volt inyem vézet, meg mindig nyugodtak ki a fogaim. De most... ja, mondjuk jobban is odafigyelek el, ugye az utóbbi időben, az utóbbi 5 évben a fogaimra. A mosásra, meg a fogsájmezésre, meg nyelvtakarítás, mondjuk nyelvemet nagyon nem kell takarítsam, mert ugye tiszta ételeket eszek, nem képződik lepedék, az inkább a tájtermékektől is, hogyha húst teszel és ilyesmit, olajakot, zsíros ételeket, akkor emlékszem régebben azelőtt milyen lepedékes volt a nyelv, milyen fehér réteg, le kellett mindig kaparjam. Olyan fogkaféket vettem, aminek a háta ilyen göröncsös volt, és azzal így lekapartam, de ja, most már nincs lepedék, mióta tisztán leszek. Na, ennyi valahogy dióhéjba a fogászati kalandomról. 2 év s kész van, milyen boldog leszek. A sinus lift ez egy kicsit bajos. Ja, kicsit kellemetlen fejkébe vágjanak, de mi a francot csinál? Ja, a másik opció az lett volna, hogy, hogy leghátul, mind a két felén leghátul egy kicsit ilyen mini implantot, egy ilyen csapocskát belé fúrnak és belé csavarják, és akkor ilyen részleges partial denture, ilyen híd, vagy minek hívják, ilyen részleges híd, de azt nem akartam, nem szeretem. Sőt, még azt mondta az orvos, hogy össze kéne kötni egy fémlemezzel a kettőt, szajpadlásomon át, iván egy fémlemez. Nem kell csinálni meg rendesen implantot. Ugye ez az újfajta implantátum, ez a zirkónium implantátum. Ez nagyon király, mert nem fém, hanem kerámia. Úgyhogy a szervezet nem tudja visszautasítani. És nem is tapad hozzá semmi, hogy mondják ennek, plék vagy tartalra, ami lerakodik fogakra, ez a fogkő meg a baktériumot, mert nem úgy van, a titániumra, a régebbi fajta implantátumra, arra rejátapad, és azt a szervezet ki is tudja lökni. Mondjuk az én szervezetem eléggé befogadó, nem hiszem kilökni. Ha jó egészségben vagy csiva az immunrendszered, akkor... na, de itt mindig ott van a veszélye, hogy nem fogadja be a szervezet. Meg ugye... na, tehát minden szempontból jobb ez a zirkónium, és főleg ahogy az orvos nem csinálja ezzel az egyrészes zirkóniummal, ugye, hogy csak beléfúr, belécsavarozza, és kész van, a kilóg a kicsi csapocska, itt két kicsi csap, fehére, csonkocskák, és mikor oda kerülök, akkor csak ráragasszák a koronát, és kész van. Általában a hagyományos titánium implantátumnál pedig úgy csinálják, hogy előbb ugye felvágják az inyedet, beléfúrnak, beléteszik csak a csavart, akkor visszavarják az inyedet, akkor 6 hónap múlva megint fel kell vágjanak, és belécsavarnak egy csonkocskát, ami kiáll, amire majd ragasszák az implant, a koronát, tehát azt hívják a két részes implantnak. Nem tudom, titániumból van ilyen egy részes, lehet, hogy van.
De ez az egy részes zirkónium implanta a legfaszabb, legújabb technológia, legjobb. Még nincs ugye elterjedve is, nem már használják, de ugye legtöbbet még mindig a titániumot használják, de ezt ajánlom gyerekek, ha valakinek hiányzik egy fog a zirkónium implantátumot. Na jó, menjek hozzá, mert kezdtem megelhűlni. Egyet falok se békén fejezem ma a Kimittu produkciós videómat, s feltöltsem, mert hónap péntek, szombat az utolsó nap, s legyen egy pár napom szavazat gyűjtésre is. Na jó. Motor jó viselkedik, kuptunk műtét, jó sikerült. Napa a gyerekek, szép napot mindenkinek!